Szerintem az erdélyi magyar jövőképet egy dolog veszélyezteti, a kisítős. Tehát megmagyaráznám, hogy miről van szó. Az erdélyi magyarság jövője hosszú távon az elkövetkező egy-két évben nyilvánvalóan attól függ, hogy ki tudunk-e mi itt alakítani olyan szabályokat és olyan együttérési formákat, amelyek lehetővé teszik az erdélyi magyarok tartós megmaradását. Na most, hogyha sikerül ennek az egész közösségnek, a maga egészében hinni ebben, és a politikai vezetőknek ennek érdekében félretenni mindenféle hiúságot, mindenféle személyes ellentétes véleménykülönbséget, akkor erre van esély. Ezek a pártcsinálási kísérletek, meg minden ilyesmi számomra az bizonyítják, érdekes módon, ha valaki most nekiáll pártot alakítani, az nekem nem az bizonyítja, hogy benne hatalmas önbizalom van az erdélyi jövőt nézve, hanem pontosan a kisítőségek bizonyítja, hogy ő már nem hisz abban, hogy itt alázattal és összefogással el lehet érni valamit, hanem hát nem szeretek erős szavakat használni, a saját politikai pecsenyéjét próbálja sütögetni. Megtörténhet az is, hogy kiürítik Erdélyt, ahogy ebben a cikkében fogalmazott? Hát, nézd, például én ma is elmondtam élesen, és biztos, hogy ezért kapok meg a fejemre néhányat, hogy én nem töröm kezem lábam a magyarországi szavazati jogi. Tehát én egyszerűen arra gondolok, hogy ott kell szavazni, ahol az ember él, és ahol ránézve a törvények hatályosak. Tehát ha itt élek Romániában, nincs mit tennem. Az itteni törvényeket kell megpróbálni befolyásolni, ha Magyarországon élek, az ottani törvényeket kell befolyásolni. És ilyenkor félek is egy kicsit, hogy az ilyesmi ellozik minket, és ugye olyan menekülési utakat nyit, amelyeket aztán, hogyha sokan kezdenek használni, akkor tényleg kinyitjuk.